Az előfoglalási időszakban kiemelkedően nagy kedvezményekkel foglalhatók a legkülönbözőbb 2018-as nyári utazások. Az év hátralévő részében már nem tudnak ekkora kedvezményt biztosítani a szervezőirodák, a last minute ajánlatokkal sem. Emiatt érdemes kihasználni az akár 20-30-40%-os kedvezményeket is. Viszont akik az ünnepek előtt karácsonyi ajándékként foglalták le családi utazásukat, azok akár 50%-os kedvezménnyel is találkozhattak. Igazán az előfoglalási kedvezmények is már decemberben elindultak, hiszen nagyon sok túroperátor kijött a decemberben már az 2018-as évi áraival, és azt hiszem, hogy januárra elmondhatjuk az eddigi párnapos tapasztalat alapján, hogy folyamatosan nő az a kedv, akik ilyenkor előfoglalási kedvezménnyel foglalják le az utazásaikat. A leggyakoribb foglalási helyszín jelenleg most Görögország, a Bolgár és a Török Riviera, egyénileg szervezett utazás esetén pedig Horvátország. Az utóbbi időben számos olyan nyaralási helyszínre nem foglaltak utazást a nyaralni vágyók, ahol a terrorfenyegetettség szinte napi szinten jelen volt. De a jóval kedvezőbb ár miatt a 2018-as évben ez a tendencia javult. Úgy gondolom, hogy most már megpróbálunk gondolatilag ezzel együtt élni sajnos, hiszen láthatjuk, hogy nem kell ahhoz elutazni nagyon messzire, hogy Európában is bárhol, bármikor, bármi történhet az emberrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a destinációk, ami az által említett terrorfenyegetettség miatt kiestek, tehát ez a Török Riviera, Egyiptom, Tunézia, ezek most már folyamatosan visszajönnek a palettára, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy azért a Török Riviera azért ár-érték arányban az egyik legmeghatározóbb desztináció a nyári szezonban, úgyhogy nagyon sokan visszatérnek már erre az időszakra. Az elmúlt évekre nem volt jellemző a különböző utasbiztosítások megkötése. Sokan ezen szerettek volna spórolni a nyaralás foglalásánál. De mára javult a helyzet, és a különböző országokba történt terroresemények miatt egyre többen kötnek biztosítást. Ha útlemondás itt még nem is, de betegség, baleset, pogyászbiztosítást mindenféleképpen.